A Deac 2 elleni 27 pontos győzelemmel zárta az alapszakaszt a Szentsenyikse. Kovács Tibor együttese 21 győzelem mellett mindössze egy vereséget szenvedett, így magabiztosan szerezte meg az első helyet a keleti csoportban. Egyedül a Békés Cseva tudott nyerni hazai pályán a nyíregyháziak ellen, azért a vereségért egy 40 pontos győzelemmel vágtak vissza asztalosig. Bár a bajnokság kezdete előtt az élmezőny célozta meg a Nyikse, az eddigi szereplés felülmúlja a várakozásokat. Amellett, hogy készülünk természetesen a csapatokból, megvan a csapatunknak egy megfelelő taktikai repertoárja a szerkezetünkhöz, a játékosok képességeihez mérten, viszont ahogy az előbb elhangzott, hogy a békéscsepei vereség és az itteni nagy különbségű győzelem mellett mi maximálisan abban bízunk, hogy megfelelő szerénységgel álljunk a győzelmek mellé, nehogy elbizakodottak legyünk, mert csak így tudunk a következőkben jobb eredményt elérni. Talán az a fajta következetes munka, az a fajta agresszivitás, ami Bráne Szavics iránymutatásával, példamutatásával a csapatban meghonosult, ez az utóbbi fordulókban teljes mértékben bizonyságot vett, és talán ennek is tudható be, hogy aránylag magabiztosan vertük meg a Debrecen és a Szolnok együttesét is, és nem beszélve a közvetlen vetítás Békés Csabát is. A rájátszásban még 6 meccs vár a nyíregyháziakra. Végül a csoport első 2 helyezettje jut be a keresztjátékba 6 másik csapattársaságában. A következő lépés az országos 4-1 döntő, ahonnan a győztes kerül fel az NB1B zöld csoportjába. A Szentsenyikse minimális célja a 4-es döntő elérése. Az alapszakasz végén a múlt héten volt egy csapat összejövetel, ahol megdicsértük a fiúkat, hogy az a fajta összetartás, amit esetlegesen egy csapat évzáron vagy részévzáron tudnak tanúsítani, az a fajta egymásba való bízás, az a fajta egymásért való munkálkodás, az a pályán, ha megnyilvánul, azzal maximálisan tudunk még hozzátenni a játékerőnkhöz. Természetesen ezt a pozíciót úgy szeretnénk megtartani, hogy azt az ambíciót és azt a fajta lendületet, amit az utóbbi fordulóban produkáltunk, és elsősorban védekezésben, azt tovább tudjuk venni. Mert én maximálisan azt látom, hogy ez a csapat képes arra, és ez bebizonyította a pályán, hogy ilyenfajta összefogással és ezzel a játékstílussal eredményesek tudunk lenni, és most már kimondottan is mondhatom azt, hogy célunk az országos 4 közé jutás, a nagy döntőbe jutás. A Szentsenyikse vasárnap délután 17:30 hazai pályán a Deac 2 ellen kezdi a rájátszást, a jövő csütörtökön a Szolnok 2 látogat a Bánki csarnokába.